Ebben a 13. századi erődítményben próbálják albán és orosz színészek felidézni közös történelmük egy felkavaró, mégis kevéssé ismert szakaszát. A két országnak 70 éve ez az első közös produkciója, a Gír Okasztra, amely bemutatja azoknak a két nemzetiségű pároknak a tragédiáját, akiket üldözött a tiranai kommunista rezsim. Ez a film a 60-as évekről szól, egy történelmi film, ez biztos, mondja a producer. Akkoriban a 60-as években a két ország között összhang volt, utána viszont megromlott a kapcsolat. Úgy vélem, ez mindkét fél számára fájdalmas lehetett. Az elismert albán regényíró Ismail Kadare a társszerzője a forgatókönyvnek, amely azoknak az albán férfiaknak a történetét meséli el, akik külföldön tanultak és feleségekkel tértek haza a Szovjetunióból vagy más kommunista országokból. A gond azután kezdődött, hogy Tirana 1961-ben megszakította a kapcsolatokat Moszkvával, ezután a külföldi nőket elvett fiatal albánokra lehetséges árulókként tekintettek. Ezek a nők a lehető legképtelenebb okok miatt találták magukat ebben a börtönben, mondja ez a színésznő. Azok, akik nem voltak hajlandóak megalkudni azzal, amit nem éreztek helyesnek, számolniuk kellett a következményekkel, amelyek a filmben is láthatóak. Nincs adat arra vonatkozóan, hány pár csatlakozott azokhoz, akiket ellenzékiségükért ítéltek kényszermunkára 40 év alatt, amíg Albániában kommunizmus volt. A rendező Juri Arabov szerint a film tisztelgés a totalitárius rezsimek összes ártatlan áldozata előtt.